Jó estét a három vendég, Gyéni Mette Erzsébet, a DK elnökségi tagja. Jó napot kívánok! A Fővárosi Közgyűlés tagja. Kétényi Éva, Esztergom egykori polgármestere, építész, járja a vidéket, ez nagyon fontos számunkra. Igen. Kunce Gábor, egykori belügyminiszter. Jól vagy? Jól vagyok, igen. Még jól vagyok, igen. Még jól vagy. Na, a nap kérdése. Délután lehet szavazni az ATV Facebook oldalán és atv.hu-n. A kérdés az, meglepő, hogy az OLAF, ugye az Európai Unió korrupció ellenes testülete szerint a legtöbb EU-s pénzt Magyarországon lopták el, vagy csalták el. Na most a szavazók 7%-át lepte meg ez a hír, hogy nálunk lopták el a legtöbb EU-s támogatást, 93%-uk viszont abszolút normálisnak tartotta, hogy nálunk lopnak a legtöbbet. Majd mindjárt megkérdezem a vendégeket, hogy ők mit gondolnak. Egyébként az eredeti javaslatom úgy szólt, hogy még Romániát is megelőzzük, de hát ugye tekintettel kell lenni Erdélyben élő honfitársainkra, ezért nem így tette fel a szerkesztő a kérdést. Ma a szavazás még tart, a műsor végéig szavazhatnak arról, hogy meglepje önöket, hogy nálunk lopják el a legtöbb EU-s támogatást. Még egyszer mondom, az ATV Facebook oldalán és az atv.hu-n lehet szavazni. És akkor nézzük, hogy melyik az a három téma, amivel foglalkozunk. Újabb választási szövetséget kötött a Fidesz és a Farkas Flórián miniszterelnöki biztos vezette Lungodrom. A korrupciós botrányokkal terhelt politikus kapcsán Lázár János másfél évvel ezelőtt még úgy vélte, Farkas Flórián karrierjének vége, megy a lecsóba. Ma viszont azt mondta, a szövetség kötésről a Fidesz elnöksége döntött. Gyurcsány Ferenc az ATV.hu-nak azt mondta, a választás utolsó napjáig keresni fogja a megállapodást az MSZP-vel. Botka László ugyanakkor tegnap úgy fogalmazott, Gyurcsány a kormányváltás egyik fő akadálya. 37 milliárd forinttal többet kell költeni a 3-as metró 137 milliárdra tervezett felújítására. A főpolgármester azonban kijelentette, Budapestnek nem áll szándékában állni a pluszköltségeket. Szakemberek szerint napról napra nő az utazás kockázata a metrón. Hagyjuk az OLAF-ot, kezdjük akkor mégis inkább a 3-as metróval. Az egykori belügyminisztert kérdezem, és teljesen komoly ez a kérdés. Miért van az, hogy állandóan felmerül ez a 3-as metró? Ez tényleg ekkora súlyú kérdés Magyarországon? Most már szerintem az, mert ami a 3-as metróban folyik, az tényleg nagyon veszélyes lehet. Ott elég egy pánik, elég egy tűz, most már a szellőző berendezések sem működnek, ahogy hallom, és ha egy ilyen bekövetkezik, akkor az tényleg katasztrófa. Láttunk egyszer, ugye a moszkvai metrónál láttunk valami borzalmat, amikor hogy ott nem volt menekülés, ott borzadály volt. Bíró Endre, a Metróért Egyesület, azt hiszem elnöke mondta azt, hogy az utazás kockázata naponta nő. De térjünk vissza az eredeti kérdésemhez, hogy a mindenkori kormánynál ez egy kiemelt téma? Ugye az előző kormányoknál a 4-es metró volt a kiemelt téma, mert a 3-as metró az még a rendszerváltás előtt épült. Valamikor a 70-es években, ugye? Igen, és azóta sem volt lényeges felújítás a vonalon. Emlékszem, hogy Tarlós, aki 7 éve főpolgármester, már 2010-ben azzal kezdte, hogy te úristen, hát micsoda mulasztás a Demszkitől, hogy nem újította fel a 3-as metrót, azóta 7 év telt el, és még mindig azt sem tudják, hogy mibe fog kerülni. Ugye eredetileg 135 milliárdra taksálták, most még 37, a 170 valamennyi, ez bőven 200-ba lesz. És a végén majd visszatérhetünk arra, hogy akkor mennyibe is volt a 4-es metró. Erről még beszélünk. Az építést kérdezem, én sajnos mi emlékszünk még a 3-as metró építésre, nyilván te is. Ugye ez egy kéregvasút tulajdonképpen. Emlékszem, hogy a Váci úton kiástak egy rohadt hosszú alagutat, aminek nem volt teteje, azt bebetonozták, letették a sengés, és ez a 3-as metró. Tehát ez nem olyan, mint a 2-es, vagy a 4-es, ahol fúrnak. Most komolyan kérdezem, hogy mi már ott a tönkre? Mit kell felújítani? A sinek kopnak, de egyébként az ott be van betonozva, mint a csernobili szarkofág, mit kell az alvaszakolni?
Hát ugye ezeknek elsősorban a technológiája, illetve a szerelvényeknek a menetbiztonsága fontos. Ha meggondoljuk, hogy az európai kontinens első föld alatti vasútja a kis millenniumi föld alatti, és ez még működik, ez különben egy világszám a világviszonylatban is. Valójában, bár nem vagyok metró szakértő, az az avulás, ami minden infrastruktúrára jellemző, tehát ugyanúgy megnézhetnénk Budapest csatornahálózatát, vagy a villamos hálózatát is, tulajdonképpen ezek azért évek alatt elavultak maguk a biztosító berendezések, meg hát elsősorban a szerelvények. És ezeket, most már Gyénémet Erzsébethez fordulok, ezeket itt tolják maguk előtt, hogy hát azért működik, hát azért 400 embert hoz víz, hát azért olyan nagy dolgok nem voltak, akkor még toljuk egy kicsit, hogy így mennek a dolgok? Hát úgy mennek a dolgok, hogy nem csak ez a két metróvonala van a fővárosnak, amiről szó volt eddig, a 4-es és a 3-as, illetve Éva említette a kis föld alattit, hanem van ennek még egy 2-es metrója is, ami ugye még 15 évvel korábban készült, mint a 3-as metró, és ugye a dolg az úgy volt, hogy először azt kellett felújítani a fővárosnak, az 2006 és 2009 között megtörtént, és utána kellett volna, ugye folyamatosan zajlott közben a 4-es metró beruházása, és utána kellett volna 2010 után elkezdeni a 3-as metró felújítását. Most nagy hülyeséget kérdezek, aztán lehet, hogy a két évvel nekem segíteni. Ugye most arról szól a történet, amit a Gábor már említett, 135-137 milliárdra satszolták, most kérdezik, hogy 37 milliárd még kéne. Magától kérdezem, lehet, hogy az Éva tud válaszolni, hogy a 2-es metró felújításában nem lehetett volna kikövetkeztetni, hogy úgy nagyjából mégis mivel kerül a 3-as metró? Most lehet, hogy tök hülyeséget kérdeztem. Szerintem nem azzal van a baj, hogy ez a 137 milliárd ez van rosszul megbecsülve. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy a Fidesz éhes szájait még mindig be kell tömni. Maga a főpolgármester mondta azt el, hogy amikor a mostani tenderkiírás, amiről ugye most kiderült, hogy 37-tel több, azt kiírják, az már a kiviteli tervek alapján készül el, tehát ott már nem lehet olyan túl nagy az eltérés, mintha csak ilyen engedélyes tervek, ilyen előzetes tervek vannak. Ezt itt fixre be lehetne árazni. Mindenholban egy Fidesz pici... közeli cégek lesznek. Így van. Például? Hát ugye én nem voltam ott. Nehogy azt mondja, hogy a Mészáros és Mészáros ki is tudja ezt zárni, mert én nem tudom kizárni. Hát én sem tudom kizárni. Ugye a BKV bontja a tendert, a BKV-n belül van ennek a tendernek az elbírálása. Elég nagy tételben mernék fogadni, hogy ez is Fideszhez köthető különböző cégek adtak erre ajánlatot. Jó, csak szakmai szempontból világítom meg, hogy ugye miután más a technológiája mindegyik metrónak, ezért nem lehet következtetni teljes mértékben az egyik metrónak. Mert hogy ez például mély vezetésű és furt, ez meg ugye, amit mondtunk. Így van, tehát ez az egyik. A másik meg, hogy az a beruházás előkészítés, ami hiányzik a szakmából, hát azt kell mondom, hogy az hiányzik. Ráadásul a felújításoknál is ez épületekre is vonatkozik, feltárhatnak olyan előre nem látott dolgokat, amiről nem lehet tudni, hogy éppen milyen, bár megjegyzem, egy normális beruházás előkészítéssel azért aránylag pontos számot lehetne kapni. Igen, ezt akarom folytatni, hogy én az életem egy szakaszában a 70-es, 80-es években nagy állami beruházásokon dolgoztam, és ez azóta sem változott meg, hogy bizonyos fajlagos számadatokkal lehet dolgozni. Tehát az nem igaz, hogy egy beruházás előkészítés után 30%-ot lehet tévedni a várható árban. Ez nyilván most alul lett tervezve, hogy ehetőbb legyen a... És amikor elindul, akkor meg... És ugye tudjuk a Uszodánál, meg az összes többinél, hogy itt még nem áll meg, uraim, a hordó nem áll meg. Ez fog majd menni 200 milliárdra, és megint visszatérek arra, hogy mekkora balhét csapnak itt a 4-es metró körül, ami egy vadonatúj metró volt mégiscsak. Itt meg a felújításra megy el annak a fele, és ráadásul ugye, ahogy olvasom, a metró szerelvényekben meg nincsen légkondicionálás, és nem lehet áramvisszatáplálást csinálni, mert olyan már a rendszer, úgyhogy ez még plusz ráfizetéssel fog majd működni. Szóval egyébként az egész botrányos úgy. Gyénémet Erzsébetre nézek. Mennyire tolerálható az, hogy bizonyos ügyeskedések történnek? Tehát például az, hogy ha új metró szerelvényeket szereztek volna be, akkor ki kellett volna írni a közbeszerzést, viszont a metrovagomas, ha jól mondom, az orosz vállalatot tulajdonképpen felújítja a régi szerelvényeket. Ennek lehet racionális maga, ez egy trükk, mert majdnem, mert hogy új vagonokat hoznak,
De ha mondjuk egy orosz adósság, vagy valamilyen kompenzációs ügylet keretében van ez a kis turpisság, ez nem elnézhető? Hát egyrészt nem elnézhető, másrészt a turpisságot úgy hívják, hogy Paks 2. Tehát az kimutatható, én ebben az ügyben tettem is feljelentést, de hát ugye a Polt Péter féle ügyészség ezt úgy visszadobta, mint a labdát. Itt arról szól a történet, hogy Orbán Viktor kiment, megállapodott az oroszokkal Paks 2-ről, és az oroszok azt kérték, hogy cserébe, hogy mi ezt megépítjük nektek, meg kölcsönadjuk ennek a beruházási költségét, jó magas kamatra természetesen, ezért az oroszokkal kell felújítatni a metrót. Egy vadonatúj... Mert hogy kihasználatlan kapacitása volt ennek a metróvagonosnak, vagy szerintem én ma azt gondolom, ez az én véleményem, igen, hogy ezek a metrókocsik le vannak zsírozva valahol ott valamelyik gyárban, Nagy Oroszországban. És egészen egyszerűen ők ezt sehova nem tudták volna már eladni. Mindig azt a példát szoktam elmondani, hogyha nekem van egy új autóra pénzem, akkor nem egy 40 éves konstrukciójú ladát veszek vadonatújonnan, hanem akkor veszek egy, nem akarok mondani, egy középkategóriás nyugati gyártmányú új konstrukciójú autót. Itt nem ez történt. Ha itt egy új metró beszerzést, tehát metró szerelvény beszerzést írtak volna ki, azon az oroszok nem tudtak volna labdába rúgni, hiszen náluk sokkal jobbakat gyártanak a franciák, a dél-koreaiak, az összes négyes többi, metró aztán kocsiai. Most a egykori belügyminiszterhez fordulok. Én az előbb említettem, hogy láttuk a filmet a metró, a moszkvai metró balesetnél, ahol borzadág volt, szóval emberek égtek benn, szóval egy alagútban gyulladt ki. Én józan észlel nem tudom feltételezni azt, hogy egy politikus, egy politikai tényező, most értek egy pártot, merne kockáztatni egy olyan ügyet, ami világbotrány lenne. Mert hogyha nem hétről hétre jönnének a jelentések, hogy itt füstöl, ott füstöl, ott füstöl, hanem úgy beüt a mennykő, mint egy villámcsapás. De itt nem. Itt megállás nélkül szólnak a szirénák, és csak nem történik semmi. Hát és ez elég nagy baj, mert mondva, hát ne üssön be a mennykő egyébként, hát ússzuk meg. De azért, ha itt lenne egy független vizsgálat arról, hogy vajon milyen menetbiztonsága, vagy milyen baleset és életbiztonsága van ennek a metrónak. Ugye elég sokat cikkeznek már munkavédelmi ellenőrzések hiányáról. Ha itt lenne egy rendes ellenőrzés arról, hogy vajon milyen állapotban van, milyen kockázatokat jelent, szerintem egy héten belül bezárnák. Most ezt nyilván nem meri megkockáztatni senki, amíg nincsen kibontakozás, de én szerintem a tűzzel játszanak, az biztos, és nem gondolják végig, illetve mindenki arra gondol, hogy majd rátolom a felelősséget a másikra, vagy a végén majd a Demszky Gáborra. Igen. Remélem, hogy hozzám akart fordulni. Annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy le a kalappal a BKV dolgozói előtt. Ők minden nap megnézik, és tulajdonképpen minősítik azt, hogy ki mehet-e a hármas metró a forgalomba, el lehet-e indítani, vagy nem. Tehát amit a Kunce úr mondott, ez szó szerint nap után veszélyes ez a hármas metró, itt balhé van, akkor itt nagyon súlyos problémák vannak. Nagyon röviden válaszolnak mind a hárman. Igazuk, legalább valamennyire igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy a vidéki fideszes fiúk helyből utálják Budapestet, és ahol lehet, ott törlesztenek. A legkülönbözőbb kisebbségi konfesszustól kezdve, nem tudom. Annyira így van, hogyha visszaemlékszik 98-ban, amikor Orbán Viktor ez a bűnös város nem fogadta el, ugye nem a Latorcai volt talán a főpolgármester jelölt a tavaszi győzelmük után, akkor Orbán Viktor leállította a négyes metró építését. Ő azóta is erre a városra, én úgy gondolom, hogy bűnös városként tekint, és nem hajlandó odaadni azt a pénzt, ami kell. Azt gondolom, hogy nem találják a helyüket. Budapestnek mind a lakossága, mind pedig maga a társadalom kicsit másképp él, mint az ország. Főleg miután említette, én elég sokat járok vidékre, olyan, mintha az országban egy kicsi ország lenne Budapest, és valójában nem találják a helyüket. Így van ebben a millióben, és valószínű, hogy ezek a problémák, például a metró kérdése, őket ezt nem minden nap érinti. Amikor láttam a térképet az amerikai elnökválasztásnál, hogy hol nyert Clinton és hol nyert Trump, az tisztára Magyarország volt. A Kelet-Magyarország és a Dunántúl, illetve Pest és az agglomerációja. Ennyivel el lehet intézni, hogy vidékiek és idegen nekik ez az egész? Szóval de Budapest fóbiája van a kormánynak, de szerintem itt azért ennyire nem bátrak, hogy ennyire játszanak életekkel, emberekkel, balesetveszéllyel, katasztrófa veszéllyel.
Szerintem a Tarlósnak megint el kell menni kis kanosza járásra, hason be kell csúszni, kicsit lefetyelni kell, és akkor majd a nagyfőnök azt mondja, na jó, akkor itt van nektek a pénz, de ebből szerintem nem lesz nagyobb támogatottsága már a Fidesz. Minden nap imádkozunk, hogy Orbán Viktor visszat. Na jó, felújítjuk. Második téma. Újabb választási szövetséget kötött a Fidesz és a Farkas Flórián miniszterelnöki biztos vezette Lungodrom. A korrupciós botrányokkal terhelt politikus kapcsán Lázár János másfél évvel ezelőtt még úgy vélte, Farkas Flórián karrierjének vége, megy a lecsóba. Ma viszont azt mondta, a szövetség kötésről a Fidesz elnöksége döntött. Na, kezdjük az aktív politikussal. Mi ezzel a probléma? A Farkas Flórián és a Lungodrom hoz x százezer szavazatot a hazai cigányság, én így mondom, köreiből. Oszt jó napot, hogy mondani szokták, ez a politika. Hát nem ez a politika először is, másodszor pedig azt gondolom, hogy nincs az rendben, hogy 1,6 milliárd forintot valakik eltüntettek ott az Orrő környékéről, ugye ez a Híd a munkába, vagy milyen program neve, illetve ugye már derült ki, vagy nem. Ez a munkahelyteremtési program, ez egy jó dolog lett volna. Nem lett belőle. Így van, lett belőle autóbérlés, meg irodaház, meg mindenféle ingatlanok, meg busás fizetés néhány fideszes embernek. A másik rész, ez nem, az most derült ki a napokban szintén, hogy egészen egyszerűen, ugye ez kifizette a kormány ezt az 1,6 milliárdot az Orrőnek, aki aztán visszafizette, tehát kétszer fizették meg tulajdonképpen a magyarok ennek az árát. Hát ugye egyszer eltüntették az 1,6 milliárdot. Ezt eddig értem. Igen. Utána a kormány úgy döntött, mert az Orrőnek vissza kellett volna fizetnie a kormánynak ezt a pénzt. De mivel nem tudta miből visszafizetni, még egyszer odaadták az Orrőnek, és aztán az Orrő azt visszafizette az államnak. Valamilyen ingatlan vásárlásról tudod. Az is volt benne, igen, és ugye ezt akartam éppen mondani. A többi pénzt azt hogy pántigázták meg, hogy fogalmam nincs, hogy mi volt a technika. Ugye most derült az ki, hogy az a székház, amit ők megvettek, és ezen túl is az HIDA, vagy a Munkavilága programon túl is van még több mint 1 milliárd forint, amivel megint nem tudnak elszámolni, és ehhez képest láttuk, hogy is történt az, amit ott a híradóban, illetve most itt a műsorban mutattak. Egyszerűen felháborító, én azt gondolom, hogy a közpénzzel nem szabad így bánni, az biztos, hogy 2018 után, akik ebben vétkesek voltak, azok mind mennek a kóterba. Nem láttam a Lázár szokásos csütörtök infóját, mentális okokból én nem nézem őt, mert ha meglátom, akkor ideges rángás vesz rajtam erőt. De azt mondja a szerkesztő, vagy legalábbis én ezt értettem belőle, amikor számon kérték rajta ez a... De ezt idézném, ez nagyon fontos. Azt mondta 2015-ben Lázár, hogy akik a kisebbséget képviselik, és eljátszák a többség és a társadalom bizalmát Pityaner ügyek kapcsán, idézőjelbe téve föláldozzák a nagy ügyet, azok óriási hibát követnek el. Nem a saját személyes karrierjük szempontjából, mert az megy a lecsóba, ez irreleváns. Itt minden állami vezetés az elmúlt 11 néhány esztendőben próbált lehetőséget teremteni a roma közösség számára. A roma vezetőkön múlik egy program sikeres vagy sikertelen, tehát megy a lecsóba. De miért menne a lecsóba, teszi fel a kérdést magának Orbán Viktor, ha ez a Farkas Flórián a szervezetén keresztül hozza nekünk a szavazatokat? Mert ez egy fegyelmezett népség. Jó, azt gondolom, aztán majd folytathatjuk, hogy ez egy kirakat politika, hogy mi nekünk van egy roma szervezetünk. Valójában miután Edelényben elég sokat dolgozunk kifejezetten a mély szegénységben élőkkel, és azért nagy részük cigány származású, ott ők ugyanolyan mérgesek és dühösek arra, hogy itt fönt a nagy szervezet elkölti a pénzt, és valójában az ő saját helyzetükön ez nem javít. A kérdés csak az, hogy ez majd mondjuk egy választáskor kifizetődő-e, hogy egy szervezettel hát látványosan együttműködnek, de valójában ténylegesen azokkal, akikkel kellene nem törődnek. Fejezzük be az a Gábort kérdezem. 98-ban a Farkas Flórián úgy döntött, hogy cigánypártot alapít, és meghívott ügyvédeket, mit tudom én, és én lettem az ő kommunikációs szakértője ennél a pártalapításnál. És aztán szóba került, hogy nincs papírja, hogy mit végzett. És akkor azt mondta, de hát Henrik, hát te docens vagy a Szegedi Egyetemen, állítsa már ki nekem egy egyetemi diplomát. És ezt most tényleg csak arra fölmondom, hogy ezek ilyen naivak. Ezek olyan büszkék tudnak lenni már a Flórián meg a többiek.
Megkérdezte tőlem, hogy az egyik elnökségi tagunk lánya most megy férjhez. Voltam a cigánylakodon? Nem. Oda mentem, mindenkivel fényképezkedtem, fél évvel mindenki le volt tartóztatva. Ez egy vircsaft. És akkor mi van? Nem tudok rá haragudni. Tehát aki azzal jön oda, hogy állítsak ki neki egy egyetemi diplomát, most azért mit kezdjek? Nem tudok rá haragudni. Jó. Szóval és nem akarok általánosítani, csak ezek a tapasztalataim. Ugye egyrészt lehet, hogy a miniszterelnök szereti a lecsót, azért ezt ne hagyjuk ki a számításból. Másrészt, ha beismeri, hogy ugye eltüntetik, lecsóba nyomják, hogy maradjunk a Lázár kifejezésén a farkas blúrián, akkor választ kell adni arra a kérdést, hogy na jó, de hogyha tényleg bűnös, mert ezek szerint el kellett rakni. De nem tartja akkor magát bűnösnek, meg a többiek nem se. Nem érdekel a farkas Flórián engem. De nem érdekel a farkas Flórián. Az országnak van egy miniszterelnöke. Eltűnt 1,6 milliárd forint. És ő úgy csinál, mintha mi sem történt volna, hiszen odaadtam neki, aztán gumiszalag volt a végén, ugye vissza is rántottam, ezzel őt rendbe tettük. Hát elképesztő. De a farkas Flórián így működik. De mi a Horgyula? A Horgyula nem ott vigyeckedett ugyanúgy választási nagygyűlésen, akkor a farkas éppen szocialista szimpatizáns. De ez is mindegy. De emlékszel rá? Én emlékszem rá, hát de azzal nincsen semmi baj, hogyha az ember odáll a romák mellé és megpróbál segíteni rajtuk. Azzal sincsen semmi baj, hogyha pénzt ad nekik ellenőrzött körülmények között természetesen. Most ugye az, hogy a 1,6 milliárdot ellopnak, azért az már a Holdról is szabad szemmel látható összeg. Hát ezzel nem lehet úgy csinálni, hogy a miniszterelnök aláír egy megállapodást. Nem ezen a bolygón él, szerintem. Én ezen a bolygón élek. Azt akarom neked mondani, hogy ez csak 1,6 milliárd, de összeszedem magam, két perc alatt még 160 milliárdot mellé tudok tenni, amit ugyanígy elloptak, és ugyanígy nem foglalkoznak vele. És ez az is. Az alap szerint mi lopunk a legtöbbet az Európában. Hát akkor... De ez nincs rendben. Hát nem mondtam, hogy rendben van, csak szokjuk. De elég megengedő volt, hogy legalábbis. De szokjuk. Hát, de ne szokjuk meg. Az, hogy már a románokat is verjük ebben az ügyben, ez sem nemzeti büszkeség része. Vannak olyan roma vezetők, akik nem loptak el semmit, és ugyanúgy hiteles vezetők lehetnének. A nagy különbség abban van, hogy a farkas Flóriánnak odaadják a pénzt, és ezzel a fiatal roma értelmiségeket nem engedik oda. Maradjuk abban, hogy ez a generációs probléma is. Na, a harmadik DK. Istenem, annyira szerettem magukat. Na, nézzük. Tudom. Gyurcsány Ferenc az ATV.hu-nak azt mondta, a választás utolsó napjáig keresni fogja a megállapodást az MSZP-vel. Botka László ugyanakkor tegnap úgy fogalmazott, Gyurcsány a kormányváltás egyik fő akadálya. Nem úgy értem, hanem hogy nem kell tőlem félni. Én öntől, hogy a DK-sok mindig olyan fenntartással kezelnek engem. Nem, semmi. Nyitott vagyok, hallgatom. Szerintem ez egy remek interjú, mindenki olvassa az ATV.hu-n. Csupa érdekesség van benne, fantasztikus dolgok. Engem egy dolog érdekelne. Hogy fut össze az MSZP elnöksége tagjaival a maguk elnöke? Egy helyen teáznak, egy helyen elnak teniszezni, vagy netán ő egyenként próbálja becserkészni az MSZP elnökségi tagokat. Hát rossz és hírem már ő van. Tudja, hogy a többség mit gondol a közös listáról. Rossz hírem van, nem csak Gyurcsány Ferenc találkozik MSZP-s politikusokkal, hanem természetesen mi többi elnökségi tagok is. Szóval nem arról van szó, hogy bomlaszt a maguk fecója, nem arról van szó, hogy nem, bomlaszt. Szó nincs erről. Én két szocialista politikussal futottam össze, mert azt el kell azért mondani, hogy például a Városházán kifejezetten jól együtt tudunk működni a szocialistákkal is. Én azt hiszem, hogy itt arról van szó, hogy Botka László nem gondolta azt végig, amikor ez a melező nap ő nyilatkozott a ATV-nek, nem gondolta azt végig, hogy milyen mondatokat mond. Szerintem az nincsen rendben, hogy Bajnai Gordon miniszterelnököt például Rákosihoz és Hortihoz hasonlítja. Ebben az ügyben a demokratikus koalíciót az érdekli, hogy legyen végre együttműködés, legyen végre összefogás. Azt megértjük és tudomásul vesszük, hogyha úgy gondolja Botka László, hogy Gyurcsány Ferenc nem lehet rajta ezen a listán.
De hát a DK-nak van 500 ezer szavazója. Ezt az 500 ezer embert mi képviselni szeretnénk, és ennek a pártnak az elnök... 500 ezer... Igen, igen, számoljon csak utána. Nem, számoljon csak utána. Tehát a DK-t ugye rendre mindig alul mérik a közvéleménykutatók, de ha van egy választási szituáció, egy megmérettetés, akkor mi rendre sokkal jobban szoktunk szerepelni. Most egy apró probléma van, hogyha mondjuk a egykori belügyminiszter mondjuk csalna a kártyában, én többet nem ülnék le vele, miközben megesküdne, hogy soha, csak akkor egyszer. Várjál, még előtte leülnék-e én veled, azért ezt tisztázom. Szóval néztem az interneten, ha mindent összeadunk, a Jobbiktól, a Momentumon keresztül, mindenkit összeadunk, akkor lehet megverni a Fideszt 2-3%-kal. A medián, azt hiszem, a medián felmérés. Ha mindent összeadunk, ami egyszerűen kizárt. De a dolog nem is működik így, mert ugye ez azt feltételezi, hogy és mind együtt indulnak. Igen. A Jobbik szavazó na jó, nem szavazna. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy nincs esély. 3-4 év van a választásokig, de... És mi történhet? Hát a politikában akár egy hét alatt is sok minden. De várjál, arra a kérdésre... amit az ATV újságírója, tehát felhívjuk egy Csuha Ildikó, csinált ezt a remek interjút, hogy a gordiuszi csomó, és akkor folytatja a gondolatmenetet Gyurcsány, az az volna, hogyha lecserélnének engem, mint a DK elnökét, igen ám, de mondja Gyurcsány, amilyen rafkós, de hát az csak a párt teheti meg. Miközben mindenki úgy beszél a DK-ról, hogy ez a te pártod. De az Isten szerelmére, de tényleg. Hát a DK-nak, hogy ne legyen vita, van 300-350 ezer szavazója. Ezzel bőven átlépi a küszöböt, ha magas a választási részvétel, akkor lehet, hogy még több is. Miért menne el a párt elnöke, és hagyná cserben ezt a 300-350 ezer szavazót. Hát olyan nagy hiányérzetük volna, hogy neki mennének a Dunának. A DK szavazóknak igen, mert ebben a DK hasonlít a Fideszhez, hogy ott hittel hisznek a Gyurcsányban a DK szavazói. Az egy megtévesztő dolog, hogy a Gyurcsány mennyire népszerűtlen, tényleg az. Ha a Fidesz szavazókat nézzük, akkor igen, ha a Jobbikot, akkor igen, de ha a DK szavazóit nézzük, akkor meg nem. Na most, ha ő lelép, a DK szavazóinak egy jelentős része otthon maradna, ő meg álljon ki, hogy emberek, a Botka Laci azt mondta, hogy tűnjek el, hát most eltűnök, de ti szavazzatok, legyetek szívesek a Botka Lacira. Nem normális. A magáé lesz az utolsó, szó, csak az jó. Én most választópolgárként nézem ezt a dolgot, Jézus és mélységesen igen elszomorít, hogy tulajdonképpen nem látok az ellenzéki oldalon senki olyan hiteles ember, személyt, formációt, akire szavazhatnék, ha nem akarom a Fideszt. Valójában ezek a személyi viták legalábbis azokat a szavazókat, ahova én is sorolom magamat, akik nem hitűek valamilyen párthoz, vagy nem elkötelezettek, hát inkább untatják, vagy nevetségesnek tartják, mint komolynak. Elnézést kérek, de hát ez az én szubjektív véleményem. Miért mondta azt, vagy a gesztusaiból a testbeszéd, de azt hiszem Szalka is mondta, hogy igen, nekünk Gyurcsány mi? Hát a pártelnökünk. Tehát minden normális pártnak, pártelnökünk. Ha olyan pártelnöke van, és mondjuk nem... Hát maguk majdnem úgy beszélnek Gyurcsányról, mint a hívő katolikusok a pápáról. Szó nincs róla. Mi ez a szerelem? Ez egyszerűen... Kedveljük Gyurcsán Ferencet, ez teljesen normális szerintem. Na, de oda szeretnék visszatérni, hogy ugye pont az elmúlt két napban volt két közvéleménykutatás, ami tudom, hogy nem reprezentatív. Az egyik itt volt az ATV-n, a másik a Klubrádióban. És az ATV nézői szerint 67% azt mondja, hogy Gyurcsány nem gátja annak, hogy meg lehessen ezt a választást nyerni. Magyarul nyugodtan szerepelhet a listán, illetve a klubrádióknak 85%. Maga hányszor nyomott, hányszor? Szerintem ki pártutasításban volt az, hogy mindenki 25-ször én nyomja. Egyetlen egyszer, és szerintem ezek úgy vannak megcsinálva, legalábbis gondolom, hogy olyan korrekt az ATV is, hogy nem lehet többször szavazni ugyanarról az e-mail címről. Na, de hogy visszatérjük. Az ATV-nél tényleg nem lehet többször szavazni. Akkor miről beszélünk? 67% azt mondta, hogy igenis Gyurcsány Ferencnek van helye a listán, hogy negatíva volt föltéve a kérdés, de ugye ez ezt tudja, amiről maga beszél, ezt tudja milyen? Mint ma reggel hallgattam, hogyha azt a Dömötör Csaba. Hát ez világrekord. Hát ennyi kérdévet visszaküldeni. Hát pont annyian küldték vissza, ahogy egy politikus fogalmazott, hogyha
A Orbán Viktor élő adásban darálna élő csirkét, akkor is ez a, akik visszaküldték, akkor is rászavaznának. Hű, Dömötör Csaba, még ilyet, hogy az Európai Unió, és hű, meg ha. És én megmentem a Szentendre úton, és kerestem egy fát, hogy neki menjek. Hát egyszerűen hihetetlen. Szóval maga is egy Dömötör kettő. Köszönöm szépen, akkor örülök, hogy ez ilyen Dömötör kettőket hívnak. De hihetetlen, hogy olyan emberekkel találkozik az ember, szeressük, odaadjuk érte, Dunának mennénk. Nem. Gyurcsány Ferenc ennek a pártnak az elnöke, őt már úgy választotta meg most a kongresszus, hogy pontosan tudtuk, hogy Botka László milyen feltétel. A szerkesztő azt mondta a fülembe, hogy vége vele. Van. Na, nem Gyurcsánynak van vége, hanem hát a műsoridőnek. Én egyébként jó egészséget kívánok neki. Köszönöm és szépen. Jó messzire menjen pihenni. Ellenben aztán több mint 4000 szavazat, és itt aztán hiányzik a kollégáim, hiányzik az, hogy ki hányan tartják. Nem változott az arány. Az azt jelenti, hogy 93%-a a mi nézőinknek több ezeren szavaztak, egyáltalán nem lepődtek meg, hogy náluk lopják el a legtöbb EU-s pénzt, és nagyon örülök, hogy nem úgy tettük fel a kérdést, hogy még a románoknál is többet lopunk, hiszen azért lássuk be, Románia egy kulturált ország. Hát Balkán, találkozunk holnap is.